Sziasztok, ez itt a Balázs Bitani a 80. epizódja, és onnan folytatjuk, alapba hagytuk. Az, hogy benne vagyunk egy olyan háborúban, amit lehet, hogy dőresség volt elkezdeni. De most már mindegy, most már itt vagyunk. 71%. Jó, mindegy. Nem bosszankodok ezen, mert másból se fog állni a rész, mint az emberi bosszankodásból. Inkább verjük meg a spanyolokat. Hogy hangzik az, mint ötlet? Jó, oké, ő is 85%-on van. Fine. Na, azt mondja, hogy ha itt esetleg a Lüneburgot befoglalnánk, akkor nem is kéne feltétlenül kibékülni velük, hanem meg tudnánk azt csinálni, hogy maximálisan 100%-ra befoglaljuk. Ó, te hova jössz? Jó, sehova, szerencsére. Tehát 100%-ra befoglaljuk, és aztán egész egyszerűen csak ülünk rajta, és generálja nekünk a warscore-t. Hogy lettek ez? Ja nem, sehogy. Majdnem félre néztem, de szerencsére nem néztem el. Ezúttal. Megvan Valencia ostroma. Ú, de jó! Na, ez nagyon jó hír, mert így tudjuk egyesíteni legalább a hadseregeinket, tehát te feljöhetsz éjszakra innentől kezdve. Te, már csak ez az ostrom, hogy kéne, hogy meglegyen. Rünk. Jó! Amúgy is Spanyolországgal majd ugye külön békét akarunk kötni. Tehát tőle az kéne, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb területeket befoglaljunk. És állj rá Pireneóra, légy szíves. Te meg ráállsz Castilla Viejára, és akkor így alapvetően mindenkinek jó lesz. És akkor téged kéne esetleg ide küldjünk a hegyekbe. Ha ide küldjük, akkor valószínűleg fogják reinforce-olni. Nyilván várjuk ki, hogy ki merre mozdul. Még mínusz 64-en van az ostrom, úgyhogy nyugodtan ott maradhatnak. Ostromolhatnak, tegyenek, vegyenek, nézelődjenek, vegyenek szuveníreket. És aztán majd gondunk lesz rájuk. Itt hogy állunk? Hát amúgy annyira nem jól, mint ahogy gondoltam, hogy állhatnánk akár. Próbálj megfogni ezt a sereget. Itt van egy 31-es a 37 ellen, tehát elvileg nem kéne, hogy gond legyen. Van egy 35. És ez senki nem... De, te mész ostromolni, jó. Kicsit gyere lentebb. És akkor még zajlik a háború, elvileg akár itt is zajolhatna, de itt nem annyira zajlik. És még itt is zajolhatna, de itt sem... Hát az... A szerbek azért kicsit megpróbálták. Skopjét foglalták el. Ami fine. Koszovó mióta miénk? Esküszöm, emlékszem el, hogy bosszankodtam, hogy Koszovót pont nem sikerült elfoglalni. Szeparatisták jelentek meg. És visszafoglalták Mi történt Koszovóval? Ugye aranybánya, ezért... már nem arany, már szén. Nem baj, a szén értékesebb, mint az arany ezen a ponton. Igen, ez nem érdekes, mondjuk a végére. Van az NX by Serbia 72-ben. Occupied by rebels. Ja, a szeparatisták frankon befoglalták, és a spanyolok már nem tudtak ellen mit tenni. És ennek is hasonló lesz a sorsa az Albániának, remélhetőleg. Oké, nézzük tovább. Úgy alakul a háború. Elsősorban az, hogy ez hova megy éppen. Valószínűleg Granadába. Nem, próbálja visszavenni Toledót. Oké, dúd, akkor van egy újabb javaslatom arra, hogy mit csináljunk. Támadjuk meg őtet. Pontosabban, Diplotekoszt. Nehogy beved? Jó. Tehát te fogsz menni. Te megtámadod, te meg majd reinforce-olod. How does that sound? Már még nem. Influenza spreads. Pff, kiváló. Ja igen, karantén kérek rá. Jó. És akkor most kéne az, hogy te jössz innen, te meg jössz innen. És lehetőleg sebesen. Itt nyugodtan megfelezhetjük a hadsereget. És... elfoglaljuk. Azt a területet, csak azért már nem lesz több gondunk. Na, erre a csatára nagyon kíváncsi leszek. Azban ez meglett. Mert hogy... itt elment innen az ember. Akkor ezt is... Két csatát fogunk most vívni egyszerre, ami fontos. Oké. Jó, a kezdés jó. Ugye alacsonyabb morállal indulunk, mert valamiért nekünk nincs olyan király morálunk, mint nekik. Viszont... És ez nagyon fontos. A disziplinánk jobb egy kicsit. Jobb. Most ez itt valószínűleg rendben lesz, főleg, hogyha megérkezik az erősítés. Hogy mondják ezt? A reinforcement.
Utánpótlás. Igen. Egy pillanatra elvesztettük a csatát, de aztán így minden helyre állt végül. Rendben, mind a kettőt megnyertük, mind a kettő fontos csatát. Az északi csatában 19.000 spanyol veszett oda, tőlünk meg 4, mármint angol. Másikban 13-an buktunk, és ők pedig 28.000, majdnem 28.000. Szóval ezzel azért elégedett vagyok, picit. Akkor vehetünk is vissza Pireneót megostromolni. Az egyikkel, a másikkal pedig ilyen félúton helyezkedek el, hogy tudjam reinforce-olni a Castilla Viejat sereget is, és a Pireneóit is, hogyha esetleg úgy döntenének, hogy jó lenne megostromolni. Cuneo még nincs meg nekünk, már pedig Cuneo a borgol, úgyhogy akár megpróbálhatnánk elfoglalni. Akár. Ez csak egy ötlet. Itt, hogy haladnak a dolgok? Nos, nem igazán, kicseréltük magunkat. Tehát eddig mi voltunk itt, ők voltak itt, most kicseréltük. De ezt mindenképpen megvárjuk, ezt a sereget. Csak azért is, mert hegyekben kell védekezniük. Vagyis hegyekben fognak védekezni ellenünk. És aztán hegyekben fognak állni a hulláik. Rupen a következő, és mindjárt Lüneburgot teljesen elfoglaljuk. Mi a helyzet Afrikában? Bless the rain down in Africa. 49% mindkét ostrom, tehát az egész jól halad. Meg is van az egyik. Mehetünk a másikra. Itt kettes erődök vannak, ami ideális. És a potoszi csatát, ezt nagyon hoztuk. 64%. Fine. Tehát ezt nagyon hoztuk, ezt a csatát, ezért attól nem félek, hogy esetleg őket ne tudnánk megverni. Ezek a Colonial Nation-ök jellemzően elég gyengék. Harci teljesítményre, meg harci tudásra. Nem csoda, hogy nem nagyon szoktak kiszakadni az uruktól. Bár ennek elég sok oka van, hogy miért nem. Ez az egyik. Nagyon be kéne vennünk a Wargold. Megvan Castilla Vieja is. Kiváló. A pápával akkor akarok majd foglalkozni, hogyha már sikerül kivenni a háborúból például a spanyolokat. Na de, itt jön egy alig-alig összeszedett sereg. Egy nagyon gyengén muzsikáló spanyol sereg. Megpróbáljuk őket elkapni, még mielőtt meg tudnak bármennyit is reinforce-olni. Infantrikus minusz 10. Nem vagyok rászorulva a könyöradományodra. Luxe, megjelent éjszakon. Szavoja. Klasszikus szavolyai húzás. Szerencsére, ha minden igaz, mi is át tudunk menni oda emberkedni. Jó, el tudjuk vajon kapni? Mármint valószínűleg nem, de valószínűleg így is megérjük a csatát ellene. Jó, nem lesz maxra reinforce-olva, ez nekem már elég. Innentől kezdve az a morál hátrány, amiből alapból vagyunk, ez ki fog egyenlítődni. Sőt, több mint kiegyenlítődik. Nagyon alacsony morálról kezdenek. És meg is van a stack wipe. Very cool. És most kéne azt megcsinálni, hogy így mindenfelé szétszóródni. Mert hogy ugye jönnek azok, hogy elkezdenek, mint a hülye seregeket gyártani. És remélem, hogy mindenhova odaérek még időben. Nagyjából így. Így, egyelőre elég lesz. Most elkezdenek nagyon-nagyon seregeket gyártani. Hát így felszabadult egy csomó manpowerük is, meg egyéb dolgok felszabadultak. És ezt nagyon ki fogják használni. Teljesen jogosan. Te át tudsz ide jönni? Miért mész át az egész világon, dude? Akkor nem is éri meg. Inkább maradj el lootolni. Ja, maradj el lootolni. Ezek tök gazdag területek. Lol. Hoppá, itt azért lett egy 40.000 spanyol sereg. Na, a spanyolok hogy állnak, úgy általánosságban? 37% vele szemben a war score, amit nem értek, mert a legtöbb erődöt... Ja, igen, emiatt, ezek miatt az erődök miatt. Hát itt is vannak azért. Itt van egy, amit valaki ostromol. Itt van egy másik. És tudnánk esetleg kérni valamit tőle? Hát valamit biztos tudnánk, csak nem túl sokat. Nem is tudom, mit lenne érdemes. Nyilván itt a partszakasztok jó lenne, de hát ez esélytelen, ez lesz vagy 100 war score. Ja.
85. Meg amúgy sem akarok túlságosan sok agresszív expansiont szerezni velük szemben. Hiszen most nekünk a célunk inkább az, hogy megszerezzük Savoyát, Savoyától vegyünk el területet. Esetleg return course a szervek felé, ha? Na, bizony, Skopjét visszaadhatjuk, és nem igazán lesz ennek senkinek problémája ebből. Visszaadjuk Skopjét, és mi lenne, hogyha release-eltetnénk Albániát? Nem lehet Albániát release-eltetni? Hát pedig én láttam albán szeparatistákat, úgyhogy nekem ne hazudjál játék. Galíciát, ha elkérnék, akkor szépen lenne Portugáliához hozzáférésünk. Hát erre már húzgálják a szemüldöküket. És esetleg még... Warri, csak hogy itt... Akkor ezeket kéne, az Ondóval együtt. Nem biztos, hogy akarom. Így lenne szép. Csak azért. Vagy adhatunk területet itt a mi kis Colonial Nation-jeinknek. Nyilván Brazíliának elsősorban. Hát viszonylag nagy területeket kaphatna. Igen, ezeket. Ezeket kapná ő. Mi meg azt ott fent, azt az egyet. Kettőt. Szerbia is kapna. Ugye nincsen túl nagy felháborodás amúgy az emberek között. Nincs, ez totál tartható. Én akkor kibékülnék a spanyolokkal, mert fárasztó ez a háború. És nincs kedvem túlságosan sokáig foglalkozni vele. Esetleg ezeket a szigeteket? Ezek nagyon fontos szigetek. Ó, hát ők is érzik, ezek fontos szigetek. Át nem adnák semmi pénzért. Akkor Pánfluésának adjunk még területet. Pedig ez szép lenne, hogyha ezt is itt megkaphatnák. Nem akar belemenni. Nem foglaltunk el erődöt a környéken? Melyik környéken? Arika. Hát ott van az elfoglalt erőd, ne viccelj már velem. Fájn, akkor nem kell. Cadiz? Nem, az már túl sok. Jó, kérünk még egy Afrikában egy terület, aztán jó vagyunk. Vár itt. Vagy ezt a szigetet? Ezt se adják már át. Olyanok vagytok ti spanyolok, hogy az valami elképesztő. Jó, ennyit kérünk. Ennyit kérünk. Ez nem ad hozzá az aggressive expansionhoz. Ne durva. Ezek már hozzáadnak. Jó, ezeket szeretnénk. Kicsit Brazíliát növeljük. Valószínűleg már nem jövünk vissza a spanyolokhoz háborúzni, úgyhogy... Ez ennyivel maradt ennyi. Úgyhogy köszönjük szépen. Galícia nagyon szép terület lesz. Nagyon fontos. Vagy Galícia helyett elkérhetjük a Pireneusokat. És akkor egy erőddel kevesebb. És hogyha ezeket elkérnék, akkor nem kéne elkérnünk ezeket? Vagy... Na, értitek. Hát nem, azt amúgy se lehet. Nem leszünk tehetetlenek. Nem. Itt van egy erőd, ezt foglaljuk el, ezt kérjük. És ez nekünk így jó lesz. Jó, hát ez nem túl szép, hogy Galícia nincsen befejezve. Ezt aláírom. De most ez így, ez most így alakult. Most az erőd az elég fontos. Főleg ilyen hetes erődök vannak itt, szóval... Azért, na értitek. Jó, ez lesz a béke, amit kötünk. Igen, mindenki békéljen meg vele. Pá! És 2000 embert vesztettünk, a spanyolok meg 160-at, de az csak a spanyol oldal. Ezt hozzá kell tenni. Na, csak most mindenki, aki eddig itt volt, az átdobjuk ide. Itt fognak sorakozni egymás mögött a népek. Kivéve titeket, mert ti mind jöttök ide. Sőt, mondok jobbat. Te feljössz ide. És akkor itt visszük az ostromot. Igen. Most már teljes figyelmünket ide fordíthatjuk. Savoya felé. 43 ezer ember. Dude. Ti is gyertek haza. És majd ti lesztek azok, akik levelik ezt a 43 ezer ember, csak mondom. Itt pedig bemagvasítjuk ezt a területet, meg a többit is, és adunk nekik autonómiát, mert én nem fogok ide járkálni mindig. Azért, hogy... Leverjem a lázadókat. Nincs az Isten.
Pozdám. Ja, most fogadtuk el Pozdámot meg át. Jó, oké. Semmi gond. Semmi vész. Esetleg titeket is kivetünk a háborúból, mert most minek legyetek itt. Kérünk 300 aranyat, mert arra nyilvánvalóan szükségünk van. Brandenburgot erősíthetnénk, de minek? Sachsen-Lauenburg. Hát... nem igazán éri meg külön területet létrehozni. Vagyis külön országot elengedtetni vele. Trade, nem tudjuk Force Regionalni, de tudunk, pénzt kérünk. Gyakorlatilag ez lesz most. Pénzt fogunk kérni tőle. Kicsit esetleg javíthatjuk itt az egyensúlyi helyzetet, hogy visszaadhatunk területet mondjuk azért mégiscsak Brandenburgnak. Csak azért, hogy egyensúlyban legyenek a dolgok. Mert mindenek egyensúlyban kell lennie. Ezeket. Vagy hát még nagyobb clusterfuck legyen a HR-re. Az sem árt. Az is egy jó indok. 112 pontba kerül, amiből nincsen sok, és amúgy használni akarom, úgyhogy akkor nevermind. Nem, csak pénzt kérünk, meg war repet, meg legyen még egy kis steel trade is, csak hogy érezzétek a törődést. Be akarom majd Savoyát integrálni, amint vége ennek a háborúnak. És ahhoz bizony szükség lesz diplópontokra. Ja, tudom, ti kik vagytok. Majd megyünk, mindjárt megyünk, élvezzétek egyelőre a bulit, amíg tart. Háborúban van Oldenburg és Burgundia. Valószínűleg, mert Burgundiát nem védte meg a Spanyolország. Aha. Felteszem ezért. A Ming beszólt. Hát Ming, csezd meg, tudod mit? Én is beszólok neked. Úgyis kell egy kis power projection. Szóval, Ming. Anyád. Tessék, beszóltam, nem számított. Cool. Akkor beszólok másnak. Én annyi emberekbe tudok szólni, hogy ez elképesztő. Commonwealth. Commonwealth. Tessék. Haha, ez már számított, jó van. Néha nem számolja. Nem igazán tudom, hogy mitől függ. De néha úgy gondolja a játék, hogy nem számított annyira beszólásnak. Mit parázzak ezen? Minden rendben lesz amúgy is. De akár át is jöhetnél ide egy kicsit. És a másik sereget pedig átdobhatnánk ide, hiszen van egy nagyon cool flottánk valahol. Ups, itt kicsit sokan lettek. Szóval valahol van egy királyflottánk. Csak meg kell keresni, hogy hol. Itt. Na, befejezed, amit eddig csináltál. És átviszed a népet a túloldalra. Oké? Okay? Ja, hát persze, nyilván csatába keveredtél, de annyira erős a flottánk, hogy most ezzel tényleg nem bírnak. Ezt az ostromot megnyertük az ostromot? Nyertünk egy ostromot? Juhu! Nagyon jó, mehetünk a pápa ellen. Ami azt illeti, ezt a hajó, illetve ezzel áthívunk ide, és akkor az is jó, minden rendben lesz. Itt is egy stack wipe, és akkor most jöhet a pápa. Róma vagy... Modena, simán Modenával kezdünk, hiszen Modenában egy kettes erőd van. És itt át tudunk már menni? Még nem tudunk átmenni. Shoot. Kedvesek vagyunk, ezért a monthly war exhaustion az minusz 0.05. És akkor te flotta, te ne állj már be oda, hanem segítsd az ostromot. Please. Hol van? Itt van. Igen, ide kell állnunk. Segítsük az ostromot egyelőre itt, aztán majd a Róma ostromát is. Rómát megint ki fogjuk fosztani a francba. Mert már csak ilyen kemény legények vagyunk. És mit ér a háború, ha Rómát se foszthatjuk ki? Ja. Gyűjti a hadát a pápa, és megy északnak. Nem igazán tudom, hogy mi ezzel a célja. De nagyon sok szerencsét kívánok neki. Annyira sok szerencsét kívánok neki, hogy fogom várni ott. Tárt karokkal. Nem, te gyere inkább ide, te meg ide. Kicsit jobb elosztás lesz. Létrejött Lorraine. És Lorraine része a birodalomnak. Része. Franc! Várjatok, most tök gyenge a császár. Mi van, hogyha megtámadom? Salzburg nem védi meg. Hát akkor Lorraine. Neked messzeltek. Úgyhogy nem védi meg. Most meg is védi, hát kit érdekel Salzburg. Értitek, Salzburg, akinél 60 000 revolutionary van. Hát persze, hogy nem védi meg.
És még a szövetségesei is gyengék. Úristen, mi történt itt? Egy csomó revolutionary lett a világon. Ah, szavja próbálkozik. Mindegy, most majd megyünk oda is. Csak először ezzel kell elbánnunk. Szerintem ez gyorsan meg lesz. Nem látom be, hogy miért ne lenne meg gyorsan. Hiszen mégiscsak egy egyes erődről beszélünk. ...57%-on mindkét ostrom. Modena sikerült is. Közben a pápa próbálja megkerülni itt a dolgokat. Ferrárát is... Ja, jó, nem ostromolják. Viszont a pápa háborúban van Ausztriával, for some reason. Akkor menjünk és ostromoljuk meg Rómát, aztán a pápát is engedjük szabadjára. Ausztria, te milyen háborúban nagyban? Mindenki versus Commonwealth. Nem, Bohemia és Commonwealth versus mindenki. Az egy érdekes háború, miért zajlik? Defender, Commonwealth Swedish Imperial War. Ja, erre emlékszem. Ez elég durva. Én addig itt el leszek. Nem is kell velem törődni, srácok, én itt elfoglalom magam, köszönöm. De ide se nézzetek. Felém se kacsincsatok, teljesen fölösleges. Na, itt akkor azt jelenti, hogy tudunk itt most közlekedni? Én is tudok ide jönni? Én nem tudok oda menni. Emiatt az erőd... De az hülyeség... Nem hülyeség. Hogy van? Az hülyeség ennek az erődnek, csak ezt kéne lefognia. Ez totál nem. Viszont ez az erőt fogja ezt, és itt nem tudok átmenni, mert csak itt van hágó. Aha. I see. Jó, hagyjuk itt. Nem, elveszítjük a szorstromot. Kit érdekel? Kettes erőd. Amúgy sem akartam. Esetleg ha kérnénk hozzáférést tőled, és meg is adod, meg tőled, aki szintén megadod, akkor át tudunk menni, igaz? Cool. Hát bizony, úgyhogy odafutunk, megverjük a szavajaiakat, úgyis elmenekülnek, ha látják, hogy jövünk. Hát pápa, ez para, mert most te nagy bajban vagy. Nagyon sajnálom, hazudta Balázs. De most ez neked nem fog jól nézni ki az önéletrajzodban, ez a háború. Battle of Mpen. Hát ez ennyi is volt, látjátok? Hát ugrottunk oda, megvertünk mindenkit, ugrunk vissza. És vehetünk ideát is. Az első humanista, ami Religious Unity plusz 25-öt ad, most jelenleg a Religious Unity-nk az 48, úgyhogy az ilyen jól fog jönni. Kérdés, hogy a területek, amiket kérünk, azok mennyi magvasítást igényelnek majd. Itt van ez a kettő. Ez 102-t. Aztán, hogyha mondjuk úgy veszem, hogy ezt a kettőt kérem, ezt meg átadom színenek, az 100-at. Az meg 200. Valószínűleg amúgy ennél többet nem kérnék el. És van 422 pontunk, és abból elmenne 400 ideára. Ah, nem költünk. Nem költünk, spórolunk. Viszont kéne egy olyan unrest guy, akit tudok szép dolgokra nevelni. Mivel most az unrestünk viszonylag alacsony, ezért őt kirúgom. És mindenkit hazaküldök a francba. És hát jön egy olyan unrest guy, akit tudok továbbképzésre küldeni. Lootoljad, fiam! Ó, 20 arany! Ó, nagyon jó! Megvan Lorraine ostrom, ami azt jelenti, hogy megköthetjük a békét Lorraine-nál. Vagy pedig megvárjuk, hogy leteljen az 5 év, és utána kezdjünk el békét kötni, mert akkor az azért jó, mert addig csökken az aggressive expansion miatti büntetés. Na, van valaki? Te már majdnem jó vagy, de még nem az igazi. Szeretnék egy nagyon jó arcot ide, akivel jókat lehet partizni. Márpedig azért, mert most 9 pontot szerzünk. Látjátok, 9 admin pontot szerzünk havonta. Ha vennénk egy jó segítőt, és az a jó segítőt elküldenénk továbbképzésre, akkor az 14 pont lenne. És erre szükségünk van, hogy befejezzük az ide a csoportunkat, még mielőtt vége a játéknak. Te nem vagy okos! Menj haza! És ne gyere többet vissza! Hova lehetne küldeni embert? Mi ad a legtöbb unitit? Ez itt lesz délem. Hát nyilván a 166-os. De itt van egy luba, ami ad nekünk 0.7 unitit 37 hónapért.
Itt van egy 0-5, 15 hónapért. Akkor őt kérjük. Egyelőre legalábbis. Na, Róma, megvan Róma ostroma. Kiváló. És mivel nem sikerül már azt elfoglalni, ezért térjünk haza, már az osztrákok ott vannak, ki van lootolva. Bachmann is rátámadt Malvára. Para. Ja, szerintem tudnánk támadni, akkor mire várunk? Előre katonák. Ezt is meg tudjuk, de most már hirtelen át tudunk menni. Fura. Lehet, hogy csak azért nem engedt, hogy ide jöjjünk. Nem tudom. Létrejött utcánk. Ha, jöztem még a mi utcánkba. Elég kemény méretű lett ez az utcánk rögtön létrejöttével. És Cuneo ostromát is megnyertük, ami azt jelenti, hogy vége a háborúnak. Affaktíve. 95%-on van a war score-unk. Mondom, ezek miatt a területek miatt van csak 95%-on. De lassan meg is kell kötnünk a békét, hiszen 70... Ah, nem kell megkötni. Maradjon! Maradjon. Ja, meg azért, mert itt még vannak azért szavai hadsereg, akik próbálkoznak. Megint tudunk kiküldeni embert, ő meg jöjjön akkor... ide. Most már Unity-re próbálunk rámenni, mert az is csökkenti a... hát a kedvet ahhoz, hogy lázadjanak a népek. Menj csak utána! Mindjárt elfut. Ne engedd elfutni. Luditák! Yes! Pont titeket vártunk. Honnan tudtátok, hogy várunk titeket? Visszaadhatnánk területeket például. Azt mondom, hogy... Pápa, add vissza Siena-nak Modenát. Valószínűleg sose volt Modena Siena-i, és nem is adná vissza. És hogyha azt mondom neked, ezt átadom Siena-nak. Úgy. Ez mi volt? Ja, antavaló. Tehát átadom neki, és hogy ezt kérem, meg ezt, meg Lukkát is átadom Siena-nak. Nem, rossz háború. Tehát ezeket kérem. Nem igazán zavar senkit. Akkor kérek mást is. Cuneót mondjuk. Mi van, hogyha elkérem Cuneót? 53. Azt hittem ez azért komolyabb lenyomatot fog hagyni az emberekben, de apparently nem. 151 pontért. Ugye, aki fel akar lázadni ellenünk, a Spanyolország, akivel békénk van, Portugália, az előbb nem számoltam vele Portugáliát az előző részben, na mindegy. Ausztria, aki háborúzik, Savoia pápa, akikkel békénk lesz, és ennyi. Akkor én ezt a békét kérem, kedves pápa. Nem kedves pápa, kedves Siena. Adassuk fel vele Nice-t, adassuk fel, az a biztos. Pénzre most úgy sincs nagyon szükség, hogy mit csináljuk a pénzzel. 320 aranyat kapunk körönte. Jó. Bye. Have fun with your wars. Egy. És akkor itt is van. Jön, induljon a magvasításos buli. 55.3. No, és akkor van már valami jó ember itt? Nincs. Ezeket is mind hazaküldjük. Messzi földről érkeztek az okosabbnál okosabb mesterek a király udvarába, aki mindannyiukat elbocsájtotta. Senki nem tudta, mit akar igazán az ő fenségessége. Csak ő fenségessége. Ez az! Téged akarlak! Ne sem ez Guy, akit lehet továbbképzésre küldeni. Így. Ni. 14. Motherfucking pont. Amúgy a királyunk lassan meghalhatna. 66 éves. És... jó, oké, az utódunk, a jó György, az greedy, szóval kicsit kevesebb lesz a bevételünk, lol, viszont nem olyan rossz, 5-4-2, ez 3-5-5, ami 13 pont, ez meg 11, jó, ne hallja meg a király, meggondoltam magam. Long live King Friedrich, micsoda gyönyörű angol név, Friedrich. És akkor Siena-t most akár el is kezdhetnénk beintegrálni. Ő szépen elfoglalja magát ezekkel a magvasításokkal. Igen. És addig pedig
beintegráljuk a francba. Ja, háborúban vagyunk. Whoops. Erről mindig hajlamos vagyok elfeledkezni. Meg arról, hogy itt venni kéne valamit. Hát maradjunk a merkantilizmusnál, az már bejött. És akkor itt lesz nekünk ez a kettő, ami 100 pontot fog jelenteni. Viszont addig akár lehet meg is vehetnénk ezt. Úgyse fogunk egy hamar békét kötni. Most mennyi? 8 hónap kell? Ahhoz, hogy visszamenjen ez 100-ra. Kb. Kicsit kevesebb. Akkor teljesen rendben leszünk, hogy mire békét kell kötni, megint meg lesz annyi admin pontunk, hogy tudjunk magasítani. Border Friction, kivel? Bohémia van megint. Ezt meg sokáig el fogjuk játszani, mert mint... Egy helyen van közös területünk. Jó, kettő. És folyamatosan Border Friction van. Haverok vagyunk, dude. Ne próbálj meg úgy csinálni, ne próbálj meg éket verni közénk, nem fog sikerülni. Hoppá! Funzs elfoglalta a Zsulánt. Nézzünk is itt szét itt a játék végén. Vagyis a rész végén. Hogy mégis mi történt. Ugye Szerbiában nyertünk egy területet. Valószínűleg Szerbiát nem fogom beintegrálni, mert... minek? Tényleg minek? Nem nézek ki szépen. Meg ocsmányul is néznek ki, úgyhogy... Nem. Az albánokat sajnos leverték. És mi van északon? Tartni akkor van veszi? Háború az nagyon tart. Ki vezet? A svédek. A svédek vezetnek. Hát mondjuk ez annyira nem meglepő. Aztán... Ugye kicsit nyertünk pár területet, egészen minimálisan. Bohémia már nem nagy hatalom. Hát ez para. Mi helyzet a pontokkal? Beértem már Kínát. Please játék. Nem, rossz. Ez kell nekem. Már csak egyel kapunk többet. Viszont már csak 100 a lemaradásunk. De miért csak egyel kapunk többet? Az admin miatt. Azért magvasítunk. Hirtelen minden számunk leesett viszonylag. Kész a térítés. Most már abszolút rámegyek erre a Religious Unity dologra. Cuneo lesz a következő. Amint elkészül a magvasítás. Ami kicsit odébb van, úgyhogy addig kiküldhetünk valakit. Jaj, meghalt a király. Ó, meghalt a király, és alacsonyan van a legitimációnk. Nem baj, veszünk legitimációt mindjárt, csak jössz kivárni. Hol is? Itt talán, itt, igen. 1, 2, 3, 4, rengeteg legitimációt veszünk. Te lesz zabaj magad legitimációval, ennyi elég lesz. Ez már viszonylag menedzselhető. És most nincsen szabad emberünk. Jó, azt nem szeretem, hogyha van szabad ember. Ha lenne megint Church Powerünk, vagyis összegyűlik majd megint a Church Powerünk, ami 2.66 jelenleg körönte, havonta, akármicsodánta, akkor majd abból veszünk még stabilitást. Hírjelzés 0.25, az jó, annak örülök. Manipur rátámadt Dai Vietre. Ott azért komoly háború zajlik. És most készült egy kolóniánk. Vegyük körbe ezt a tavat is. Miért ne? Elkészült. Hehe, Kinga lesz a következő, aztán pedig Pangua. És Kilvával vajon tudunk-e háborúzni egy ponton? Majd 81-ben tudnánk támadni. A mamelukok még mindig szövetségesei. De akár be is vállalható lenne egy ilyen háború. Akár. Talán. Itt megterjed a forradalmi eszme? De hogyha ezt elfoglalták a Revolutionary-k, Salzburgot, akkor Salzburg mi az istenért nem adta meg magát? Ha? Ezt magyarázd el Obama. Itt ez azért nem ideális. Gyere ide, te meg... No, ide. Nem, te északra menj. Majd itt lesz rá szükség Baroá környékén, amikor majd megkötjük a békét, és elkezdenek lázadozni, mert nekik nem tetszik annyira, hogy... A brit birodalom fennhatóságát élvezhetik. Kalonga. Jó. Honnan jönnek ezek? Elképesztő. Manpowerben 43 000... 40 000 járunk. Itt is még mindig van 156 arany bevételünk. Király.
ötös tanácsadó. Ez is ötös tanács, ez is ötös, ez nem ötös, viszont fel tudnánk vinni ötösre, nagyon akarnánk. 67 aranyba kerül egy ötös tanácsadó, most van 105, vigyük fel. Már csak azért, csak a presztízs miatt is felvisszük a francba ötösre. És amúgy kirúghatunk pár emberünket. Ilyen emberre gondoltam, tehát például mondjuk téged pont nem. De túl jó tábornokaink vannak. Téged kirúgunk. No leader. Mert azért most tényleg túlzás. Téged is kirúgunk. No leader. Mamelukok lettek a szunni hitnek a védelmezője. Good for you, mamelukok. Biztos, hogy ezt akarjátok, akkor legyen. Na, így kirúgtunk kettőt, még rúgjuk ki Norfolkot is. Igen, rúgjuk ki őt is. És kicsit stabilizáltuk a military pont bevételünket. Hú, nullán van a professionalizom, azért az durva. Ez elég nagy butaság, hogy háborúból nem jön professionalizom. Szerintem nem csak butaság, hanem egyenesen röhelyes, de fine. Diplomatic insult. Lüneburg beszólt. Whatever. És tégednek tudunk támadni Maravi most, hogy már nincsen békénk? Nem érdemes. Vlaszláv lett az új német-római császár. Gratulálok? Gondolom. Bohémia kihátrált a háborúból. Hát az elég bátor döntés volt. És vesztett is területet, vagy... Mondja, hogy... Klémje van ide a Commonwealth-nek. De nem látom, hogy veszett volna területet, vagy pedig... El kellett volna engednie bárkit is. Nem. Nem, ez... Sima fehér békét kötöttek. Ó, menjetek a francba, ojói szeparatisták. Mondtam, hogy nem akarok oda menni. Nem elmondtam. Elmondtam. Egész világosan nem akarok... az Isten háta mögötti területre menni. Jó, boldog voltam ott, ahol voltam. Afrika közepében. És akkor ezek is elkészültek. Jó. Luba. Akkor újsd egybe. Ejtsd útba, fiam, Lubát is. És innen folytatjuk a következő részben, kicsit elszaladt az idő. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, remélem tetszett ez a rész. És... majd találkozunk hétfőn. Már nagyon közel van a vég. 10 évet haladtunk két rész alatt, nagyjából ez az átlagos tempó, és még van hátra 30 év, tehát 3 hét. Ha minden igaz. Vagyis van, tehát 90 lesz jövő héten, aztán 0, és az utolsó héten pedig... lehet, hogy hétfőn fog véget érni a sorozat, mert hogy dupla részt ígértem. Na, hello. Úgyhogy lehet, hogy hétfőn fog véget érni a sorozat, de majd meglátjuk. A lényeg, hogy már igazából nincs sok hátra. Kitartást, és sziasztok!